Tudod, hogy ez a világ legtűdösebb gyümölcse. Hú! Hú! Egyszer megvesszük és megesszük. Meg kell vennem. Főzős videó lesz ma, srácok, ahol viszont kapok egy kis segítséget. Megkaptam az új Huawei MatePad-et a 10,4 incses kijelzővel, és ennek azért örülök nagyon, mert a főzős videóknál idáig rohadt bonyolult volt a recepteket telefonról nézni, akkor kicsi volt, akkor nagyítani kellett, kaptam hozzá ráadásul egy smart keyboardot is, szóval mostantól minden főzős videóban lesz egy kis segédem, aki figyeli azt, hogy jól is csináljam azt, amit csinálok, és hát arról nem is beszélve, hogy ez még rohadt jól is néz ki, úgyhogy ennek biztos, hogy nagyon sok hasznát fogom venni. Most már közel egyébként 4 éve kisegítenek minden ilyen videós dolgom, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik. A Huawei MatePadről pedig minden fontos információt megtaláltok a leírásban, ott a link. Most viszont irány a mai fő elemér, a duriánér. Hogyha pedig esetleg lemaradtatok volna róla, hogy mi az a durián, akkor vagy nézzétek meg az előző videómat, amit megtaláltok itt, vagy elmagyarázom nektek, hogy mi az. A durián beletartozik a világ legbüdösebb ételei közé. Egy ázsiai gyümölcsről beszélünk, aminek nagyon szúrós a külseje. Utána olvastam picit, és azért ilyen büdös, hogy az állatokat bevonza, és ezáltal a magét könnyebben tudja szétszórni, és így gyorsabban tud terjeszkedni. A bűzt a benne lévő etionin aminósav okozza. Ez a gyümölcs annyira büdös, hogy több ázsiai szállodában büntetnek érte, ha beviszed a szobádba. Megérkeztem a kínai negyedben, most egyetlen egy gond lehet, hogyha gond lesz, az pedig az, hogy vasárnap van, és ezt elfelejtettem, de remélem, hogy nyitva van. Egyetlen egy helyet tudok, ahol ilyet lehet kapni, és az a Duna Panda. Hála az égnek, nyitva van. És ha jól emlékszem, akkor az valahol hátul volt itt a mélyfagyasztott cuccokon túl. Itt vannak a gyümölcsök. Aha, itt, ez már ilyen kicsit ilyen egzotikusabb valami. És valahol, nem tudom, Dávid honnan szedte. Oh. Megvan, ennek jelenleg most még semmilyen szaga nincsen. Ahhoz, hogy érezzük ezt a, vagy hogy ezt mondom, bűzt, ahhoz ki kell nyitnunk. Kíváncsiak, mennyibe kerül, azt sem tudom, mennyibe kerül egy ilyen. Megígértem, egyébként van egy ilyen kis valamilyen szaga, az nem tudom, hogy normális-e, de megígértem Dávid barátomnak, hogyha egyszer ezt kipróbálom, ez büdös, de ez már most büdös, hogy nincs nyitva, akkor azt mindenképpen vele fogom csinálni, úgyhogy fú, ennek van, valami szaga van. Lehet én vagyok hülye, de ezt valamivel bele kell raknom, mert lehet én vagyok hülye, de ennek ez büdös, ez már most büdös. Tisztelt Gyuma a kezem, mondd! Tudod, mennyibe került a durián? 3000. Szorozd meg 10-zel! 30 ezer forint egy egész durián. De most szórakozom el. Esküszöm. Beültem a kocsiba, és visszanéztem, ugye kapok SMS-t minden kártyás fizetésről. A Dávid, egy küldetés van. Innen kinyerni a gyümölcsöt, és átrakni ebbe a tálba, amit utána otthon meg tudok főzni. Tudod, mit olvastam róla? Hogy amúgy azért ilyen büdös, mert vannak benne ilyen enzimek. Igen, valami H2... nem tudom, ezt ma videóban elmagyaráztam. Jézusom. Én most még nem vettem levegőt. Amúgy büdös, de nem? Nekem nem büdös, vagyis büdös, de nem büdös. Ilyen, mutassuk. Hát ugyanaz, mint amit eddig éreztünk. Csak de ez nem büdös. Hát azért nem egy. Azért nem szagolnám ezt a parfümönként. Azt a rohadt. Ez így... ilyen joghurtos, nem? Málik. Ah! Mi? Szar? Ennyire szar? Na, olyan, mint a zsíros kenyérre, amikor raknak hagymát, és olyan íze van. Hagyma íze van. Tényleg. Undorító. Ez undorító. Ezt nem tudom, hogy tudják megenni. Nem! Ezt nem tudom, hogy tudják megenni. Nem, hogyha elvonatkoztatsz tőle, most. Hogyha nem erre a hagymás, gondolj arra, hogy ez egy trópusi gyümölcs, csak arra gondolj. Ez nem rossz. Jó, de rossz, de hogy nem annyira rossz. Ne gondolj a hagymára, ez nem olyan izé. Gondolj a... kiráz a hideg tőle. De most az utóíze viszont nem. Jó? Nem, nekem ez mindenen túl megy. Attól függetlenül, hogy a külső nézd, amúgy ez tök érdekes, hogy ilyen, olyan, mintha ilyen, ilyen hatszögletű ízé lenne. Fogod, itt van az elválasztó rész és így szétjön, tök jó. Szóval egyébként a külseje rohadt szúrós meg erős, de amúgy belül tök jól szét lehet szedni. Esküszöm srácok, kiszálltam a kocsiból, és be van csomagolva, le van fóliázva, a táskámba volt benne az egész gyümölcs, és még így is ömlik ki a csomagtartóból a szag. Viszont készítsük el! Szükségem lesz receptekre, amiket most gyors kikeresek, egy biztos. Olyan receptekre lesz szükségem, amik elnyomják ezt az aromát, ezt az ízt, de egy kicsit mégis megtartják. Kíváncsiak, hogy miket találok. Édes ételeket fogunk elkészíteni, gyümölcsről van szó, úgyhogy kezdjük egy reggelivel. Kérném a hozzávalókat. Köszönöm szépen! French toastot, azaz bundás kenyeret fogunk készíteni. Ez az illatosítom volt. Megkenve egy kis duriánnal, amit előtte viszont most hőkezelnünk kell, úgyhogy azzal kezdjük. Az lehetséges, ez egyre büdösebb. Körülbelül 200 g-nyi gyümölcsöt, ami kb. Ennyi. Durián, 20 g kristálycukrot, és 40 ml sűrített tejet, és ezt az egészet kicsit így összemixeljük. Be kell nyomnom a szagelszívót, ne ragudjatok, ez keregni fog egy kicsit. És hozzáöntünk egy pici vizet, körülbelül 1 decit. Most elkezdjük körülbelül 10 percig úgymond rotyogtatni, kicsit kifőzni. Amíg ez készül, megcsináljuk a French toastnak, azaz a bundás kenyérnek az alapját, ami nem más, mint 2 tojás, kb. 1,5 dl tej, fahéj, és egy pici vanília aroma. Ez az egész egyébként rotyog, és amúgy most már... Nem tudom, hogy a szagelszívó miatt, vagy nem, de megy el a szaga. Ebben ugye a fahéj és a vanília szintén el fogja nyomni ezt a bűzt. Szerintem a French toast meg a bundás kenyér nem biztos ugyanaz. Úgyhogy bocs, hogy ezt rosszul mondtam. Beleáztatunk 2 toastot. Egy metre a másik is szerintem úgyni. És egy másik serpenyőbe kisütjük a toastokat. Egy. Erre rakunk egy kis kencét, és 2. What the fuck? Mi? Érdekes. Összességében egyébként szerintem ez rendben van. Illatilag nagyon jó, hát a fahéj miatt, meg a vanília miatt nyilván, nem a gyümölcs miatt. Na jó, kóstoljuk meg, aztán lesz, ami lesz. Nem rossz. Az egész átmegy egy ilyen, egy totál más ízvilágba. Nyilván itt ugye elnyomják azért a fűszerek, de az a bűz az egyáltalán nem kivehető, szóval ami így visszajön így az orrodba, az egyáltalán nem. És egy ilyen, mint hogy egy totál más gyümölcs lenne benne a French toastban, de mégis úgy érzed rajta ezt az egzotikus ízvonalat. 10-ből 5, de 5 plusz. Szóval, hogy ez már jó kategória. Szerettem volna egy olyan receptet is kipróbálni, ahol nincsen elnyomva ez az íz, hanem valahogy trükkösen meg van tartva. Kiírtam egy receptet nektek, ami igazából ennyiből áll. 200 g durián, 70 g liszt, 50 ml kókusztej, 20 g porcukor és egy pici só. Egy konyhamérleg segítségével gyorsan kimérjük. Olyan jó lenne, ha mondjuk ez most nem ez lenne, hanem mondjuk banán. Egészet gyors elkeverjük, és elméletileg ennek egy ilyen masszának kell majd lennie. Hát ez kb. Így néz ki. Megpróbálok ilyen gombócokat kiformálni. És akkor ezeket valahogy kisütni. Remélem most nem törik ketté a tányér. Elsőre nekem egyébként egy fánk jutott róla eszembe, talán egy picit túl sokáig hagytam benne az olajban. De hogyha kinyitjuk, olyan, mint egy ilyen, mint hogyha egy tészta lenne végül is. Szagra! Nem olyan, mint egy tészta. Nem. Ezzel nem lehet sok mindent csinálni, hogyha ha nincs elnyomva ez az aroma, meg ez az íz, ezzel jó, még mindig jobb, mint nyersen. Még mindig jobb, de... Muszáj kiszellőztetnem, konkrét az egész lakás bűzlik, az egész lakás. De ott fent most dolgozhatsz rendesen. Ahhoz képest, hogy amilyen drága, ugyanolyan büdös, amilyen drága. Megvan a mai videónak a tanulsága. Köszi szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, szerettem volna mindenképpen kipróbálni azért. Nagyon megcéloztam idén ezt a gasztrós vonalat, kicsit új nekem is. Kell egy kis változatosság, úgyhogy remélem tetszett, írjátok meg esetleg, van nagyon sok ötletem egyébként, hogy még mit akarok megcsinálni. Írjátok meg, hogyha van valamilyen tippetek, hogy milyen főzős videókat néznétek. A MatePad-et azt nagyon tudom nektek ajánlani, egyébként konyhába is, mert egyszerűen ezt biztos, hogy rengetegszer fogom használni, mert csúcs szuper cucc, hogy közben tudom figyelni, hogy mizu. Minden fontos infót a Huawei MatePadről megtaláltok bent a leírásban. És ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel, és szerintem ne vegyetek durjánt. Vagy ha igen, akkor ne vigyétek be a lakásba. Köszi szépen, srácok, sziasztok!